polgártisztelt megjelentek, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntünk benneteket a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek az a célja, hogy elszakul Szolnok megyei, Szolnok megyei jogváros bemutatkozását részleteiben ismertessük meg veletek, illetve általatok a megye lakosaival, hiszen ebben az évben egy a korábbinál megszokott nál jobban hangsúlyosabb megjelenéssel lesz jelen a március 3 és 6 között zajló budapesti utazás, kiállítás és vásáron. Jász-Nagykun-Szolnok megye, az Alföld szíve, ennek részeként pedig Szolnok város. Én tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor elnök urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Szolnok megyei jogúváros önkormányzata részéről Fejér Andor alpolgármester úr. Köszöntöm körünkben Debreceni Ildikót, a Tiszatavi Fesztivál Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, fesztiváligazgatót. És nem utolsó sorban Eszeki Gergelyt, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának munkatársát, aki az Észak-Alföldi régió megjelenését koordinálja az utazás kiállításon. És örülünk, hogy itt van körünkben Berec Zsolt Miklós alelnök ura, Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés részéről, illetve Sebestyén Ferenc, az Alföld Szigetérségi Turisztikai Egyesületnek az elnöke. Köszöntjük körünkben Molnár Lajos Milánt is, az Abanovák Agóra ügyvezetőjét, kolléganőjét, Jakus Beátát és mindenkit, aki itt van a mai napon velünk. Én rögtön át is adnám a szót a megszólalóknak, mégpedig azért, mert 11 óra 40-kor technikai információ élőben jelentkezik be a MTVA, és erről a kis sajtótájékoztatóról összefoglalóan elnök úr fog majd nyilatkozni, és 11.30-ig azt kérték, hogy fejezzük be a mostani sajtótájékoztatót. Ezért elsőként Gergő beszél a régiós megjelenésről általánosságban, utána elnök úr Jász-Nagykun-Szolnok megye, alpolgármester úr Szolnokváros vonatkozásában, és Ildikó pedig a természet operatászával kapcsolatban. Át is adom a szót először Gergő. Nagyon szépen köszönöm, Anita, köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk. Én mindannyiuknak a jelenleginél jóval napsütésesebb tavaszi napokat kívánva üdvözlöm Önöket a Magyar Turizmus Zrt. Vezetésének nevében. Az idei évben 39. alkalommal kerül megrendezésre Budapesten az utazás kiállítás. Ez a hazai utazási kiállítások legnagyobb seregszemléjei már évek óta. Ez nem csak egy egyszerű utazás kiállítás, hanem egy kísérő rendezvény, egy jelentős kísérő rendezvénye a Bringa Expo, a Karavánszalon és az Afrika Expo. Holnap után nyílik a kiállítás 10 órakor, és 6-án vasárnap este 6 órakor zárja a kapuit. Annyiban rendhagyó az idei kiállítás, hogy az első kettő nap, tehát a csütörtöki és a pénteki nap az egy szakmai nap. Az első nap az külföldi szakmai nap, annak apropóján, hogy Kína és Közép-Kelet-Európa turisztikai kapcsolataiért fejlesztését felelős budapesti székhelyű koordinációs központ pénteken nyitja meg a kapuit, és gyakorlatilag a kínai turisztikai hivatal támogatásával ő hozza ezt létre, vagy ők hozzák ezt létre, és ez egy igen jelentős mérföldkő a Magyarország, illetve Kína turisztikai kapcsolataiba. A második nap, a pénteki nap lesz a hagyományos és inkább belföldi média számára és szakmai partnerek számára is szóló belföldi szakmai nap, ahol több konferencia és kerekasztal beszélgetés emeli a kiállítás színvonalát. Összesen 28 országból érkeznek kiállítók a budapesti kiállításra, mintegy 350 kiállító jelenlétével. A belföldi díszvendég Budapest lesz, külföldi kulturális díszvendég az olimpia kapcsán Brazília, és a külföldi szakmai díszvendég az pedig Kína fogja betölteni. Érdekességként mondom, hogy 2015-ben a kínai vendégészakák száma Magyarországon mintegy 40%-kal emelkedett, és az abszolút értékben is több százezres, 250 ezer vendégészakát jelent, tehát ebben hatalmas nagy lehetőségek és potenciál rejlik. A Magyar Turizmus Zrt. A legnagyobb kiállító ezen a kiállításon, 171 társkiállítót akviráltunk összességében. Az Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság standja egy 6x15 méteres stand, az A pavilonban lesz megtalálható, a színpad mellett 211/B névre hallgatunk. 13 társkiállító jelentkezett az Észak-Alföldi régióból, nem fontossági sorrendben Hajdúszoboszló lesz velünk, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, a Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége, Nyírség Utazási Iroda, Szilvaút Egyesület a Felső-Tisza vidékéről, ugyanonnan Vásárosnamény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség.
és ezt követően az egyik hosszú oldalon, a 15 méteres oldalon ilyen nem nagyon volt, még egy nagyon széles összefogás eredményben tudjuk felvonultatni Szolnok megye legjelentősebb értékeit. Ott lesznek velünk a kumániások Kisújszállástól, Marfűről, az új nevük, amit még tanulnom kell, a Spa Medical ZRT, de mindenki tudja, hogy a Marfűi Termál Hotelről, illetve gyógyfürdőről van szó. Ezen kívül a Jászság is igen jelentősen képviselteti magát, ott lesz velünk Jászberény és Jászapáti. Ők még az állatkertből egy kis attrakciót is hoznak, egy kis állatsimogató jelleggel. Egyébként az Észak-Alföldi stand egy családbarát jellegű stand lesz, amihez nagyon jól illik ez a jászsági bemutatkozás. És szándékosan hagytam, hogy Anitának is könnyebb legyen majd az átvezetés. A Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületet is nagy szeretettel köszöntjük a standunkon, akik egyébként a kiállítóink közül a legjobban élnek azzal a lehetőséggel, hogy az idei esztendő a gasztro élmények éve tematika szerint történik a magyar, vagy a hazai, illetve nemzetközi turizmusban. Erre nagyon jól rákapcsolódtak, és az egyesület szorgos munkájának köszönhetően igen nívós és jeles szakmai, illetve nagy közönség programok elé nézhetünk. Én Dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani az utazás kiállításról, és azon belül az Észak-Alföldi régió standról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Elnök úré a szó. Én is szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón, és igazából egy nagy és nagyon fontos turisztikai esemény előtt vagyunk, az utazás kiállítás és vásár előtt, ahol úgy gondolom, hogy méltóképpen be tud mutatkozni Jász-Nagykun Szolnok megye, és ezt a méltóképpen való bemutatkozást a megyét úgy értem természetesen, hogy Szolnok városa is, hiszen Szalai Ferenc polgármester úrral mindig kiszoktuk hangsúlyozni, hogy együtt mozgunk, a megye nem lehet meg Szolnok nélkül, Szolnok pedig a megye nélkül, és ez nem messze leszünk egymástól az utazás kiállításon, bemutatjuk a megye értékeit. Sokszor azt gondoltuk, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye nem egy turisztikai központ, nem egy turisztikai fellegvár. De ahogy az elmúlt éveket láttuk és látjuk, nem csak a magyar, az országos turizmus fejlődik, hanem rohamléptekben Jász-Nagykun Szolnok megye turizmusa. Egyre többen tudnak megélni a turizmusból, egyre több turista jön, egyre jobban felfedezik a megye értékeit. És ezen az utazás kiállításon egy nagyon komoly összefogással, ami azt mondanám, hogy lefedi az egész megyét, de még mindig nem fedi le az egész megyét, mert talán jövőre egy még nagyobb összefogás lesz. De így is egy nagyon komoly összefogással az Alföld Szíve Ízei címmel gasztronómiai bemutatót fog prezentálni Jász-Nagykun Szolnok megye pultjánál a megye, a megyéből jövők. És igazából lehetne azt mondani, hogy a szívhez a gyomor van biológiailag a legközelebb, és a turistát vagy a szemén, vagy a gyomrán keresztül, mint a jó férfi embert meg lehet fogni, és egy nagyon komoly összefogással pici ízelítőt tudunk adni Jász-Nagykun Szolnok megye gasztronómiai ízeiből. Hiszen a megyének turisztikailag nagyon erős része a Tisza, a Tiszató, a termálfürdők, a különböző kulturális programok, de a gasztronómia is ugyanilyen erős. Csak ízelítőleg, és így nem akarok senkivel, hogy mondjam, gonoszabb lenni, hogy ebéd előtt felsorolom, hogy miket tudunk bemutatni majd az oda látogató vendégeknek. És nem csak a látogatóknak, hanem a szakmai vendégeknek, hiszen a sajtó és a szakmai programok szervezőinek fogjuk bemutatni ezeket a gasztronómiai különlegességeket. És elnézést, már nekem is nagyon nehéz így beszélni, mert itt fel fogom sorolni, hogy miket fognak kóstolni, akik Jász-Nagykun Szolnok megye standjára el fognak járni, és jönni, és azért összefogással, mert különböző települések, különböző régiók mutatkoznak be. Karcagról természetesen a birkapörkölt, karcagi birkapörkölt, a Ferdinánd, házi szörpök és lekvárok, kecskesajt, méz, mezőtúr városa is nagyon kitett magáért, édes és sós aprós ütemények, túri perec, nérólinzer, hagyományosan készített disznóságuk és savanyúság, tejtermékek, házi sajtok, Szolnok városa, gondolom majd alpolgármester úr is el fogja mondani, habos miniislerek, tiszai sülthal, a szolnoki gulyáspogácsa, és ezt a
Gulyás Gasztroturisztikai Egyesület fogja készíteni. Két pó felajánlásáról a két pói pálinka, az a pólinka nevezetű szilvapálinka. Nekem néhány évvel ezelőtt volt polgármester, akkor és képviselő úr jó voltából megkóstolni. Ajánlani fogom mindenkinek, aki nem gépkocsit vezet. Lekvár még két póról, Jászberény város felajánlásával jászsági méz, Tiszatavi térség szervezésében pedig Abátszalóki kézműves csokoládé. Tehát aki a Jászlókun-Szolnok megyei pulthoz fog jönni, a különböző főfogások mellett, a különböző édességekén, a sósüteményeken keresztül mindent meg fog tudni kóstolni, és azt gondolom, hogy aki ezekkel az ízekkel megismerkedett, ő vágyni fog arra, hogy lássa ezt a vidéket, és több időt is töltsön el benne. Én azt gondolom, hogy méltó bemutatkozása lesz ez Jászlókun-Szolnok megyének, és azt gondolom, hogy kicsit különlegesebb is leszünk, mert nem prospektusokat, nem egyéb szállásajánlatokat fogunk felmutatni, hanem az ízeken keresztül a tájat, az itt élő népe, itt élő embereknek és az itt vendégeket váró szolgáltatóknak az ízeit, a hangulatát fogjuk bemutatni. Röviden ennyi. Köszönjük szépen, és annyit még hadd tegyek már hozzá, hogy itt az asztalon található ezzel kapcsolatban egy meghívó sajtó munkatársait is várjuk szeretettel, hiszen ez március 4-én pénteken 11 és 15 óra között lesz ez a rendezvény, és át is adnám a szót a polgármester úrnak. Köszönöm szépen, nagy tiszteletek, köszöntök mindenkit, és nagyon örülök ennek a mai lehetőségnek, meg egyáltalán annak a lehetőségnek, hogy egyre mélyebben találkozunk annak az összefogási igénynek, amely meggyőződésem szerint leginkább a térségben, a megyében élő embereknek az érdekeit, egyúttal a turizmus fejlődésének az érdekeit szolgálja. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Nagyon-nagyon régen beszélünk arról, hogy önállóan senki nem tud fejlődni, senki nem tud erősödni, viszont az összefogásban nagyon nagy érték van. A Szolnok megyei jogú város önkormányzata ebben az évben az összefogás érdekeit szolgálva is, ugyanakkor a megjelenő turisztikai adottságokat is szolgálva két fronton vesz részt az utazás kiállításon. Egyrészt önálló standdal jelenik meg, amely a város zászlóshajó projektjének a népszerűsítését hivatott minél magasabb szintre emelni, és a Turinform iroda a az Abba-Novák Kulturális és Művelődési Központ részvételével, illetve aktív közreműködésével egy olyan installációt fogunk fölvonultatni önálló standon, amely reményem szerint nagyon sok látogatót meg fog szólítani, nagyon sok látogatót meg fog érinteni, és arra fogja biztatni őket, hogy amint megnyílik a reptár, mint legnagyobb turisztikai attrakció a térségünkben, kíváncsiak legyenek rá, és látogatóként megjelenjenek. Ez az attrakció pillanatnyilag városunknak az a legnagyobb turisztikai beruházása, amely reményem szerint azt a tendenciát, amelyet elnök úr is említett, hogy folyamatosan növekszik a vendégforgalom, növekednek a vendégészakák a térségünkben, ez így igaz Szolnok városára is, az elmúlt két esztendőben, 2014-ben és 2015-ben is 10%-ot meghaladóan növekedett a vendégészakáknak a száma, és ezt a tendenciát szeretnénk erősíteni azokkal a beruházásokkal, amelyek az elkövetkezendő években megvalósulnak majd a városban, és a turizmus szolgálatába kívánjuk ezeket a beruházásokat állítani. Itt elég, hogyha megemlítjük a fürdőfejlesztést, a tiszai kikötőnek a fejlesztését, vagy akár a művésztelepnek a fejlesztését, amely mind-mind önállóan is, de egyességbe állítva nagyon komoly turisztikai kínálatot biztosítanak a város felől érdeklődőknek. Ugyanakkor az elején beszéltem az összefogásnak a fontosságáról is, és nagyon örömteli számomra, hogy az intenzív és picit néhol erőszakosnak tűnő, de nagyon hatékony magatartás, amelyet az Alföldszíve Turisztikai Egyesület tanúsított az elmúlt években, kellőképpen szolgálta azt a törekvést, amely a turizmus fejlesztésének az érdekeit szolgálja, és
ebbe a kezdeményezésbe aktív szerepet vállalva, a gasztró élményeknek a szolgálatát is szem előtt tartva, mint említésre került Szolnoki Islerrel, halételekkel, illetve a gulyás pogácsával jelenik meg a turisztikai kiállításon Szolnok megyejogú város. Tesszük mindazt azért, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok az adottságok, amelyek a városunkat jellemzik, például a szolnoki habos isler, amely egy önálló desszert, és ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a térségünkben, nem csak az országban, hanem az ország határain túlmutatóan is egyre nagyobb ismerettségnek örül. Ugyanakkor meg azt szeretnénk elérni, hogy a hadlételek, illetve a hal ételek köré szerveződő rendezvények egyre markánsabban, egyre hangsúlyosabban megjelenjenek a város életében, és ezt kifele is egy, mint remélem, hogy sokan fogják tapasztalni, erősödő marketing, mondhatnám egy picit talán helyenként agresszívnek tűnő marketing formájában is megkívánjuk jeleníteni, illetve a gulyás, mint alföldi étel már 18 éve nagyon komoly rendezvényt épített ki magának. A kezdeti 1-200 bográcsból kiindulva ma már eljutottunk oda, hogy több tízezres látogatottsággal rendelkezik. Ezek azok a főbb támpontok, amelyek a gasztronómiai élmények köré helyezhetőek, ezzel tudunk mi részt venni az utazás kiállításon, ezzel szeretnénk az Alföld szíve valamennyi támogatóját, valamennyi partnerét erősíteni, ezáltal azt is tudjuk, hogy saját magunkat is erősítjük. Körülbelül ennyivel szeretném összefoglalni. Köszönjük szépen a polgármester úrnak is, hogy a Alföld szíve ízei gasztrórendezvényen egy időben a Stannak a koordinátora, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatósága felajánlotta azt a lehetőséget, hogy a Stantól közvetlen rálátással bíró nagyszínpadon, központi nagyszínpadon egy kiegészítő programmal gazdagítsuk a turisztikai kínálatot, és erre felkapaszkodva, ezt meglovagolva, a Természet Operaháza projekt fog bemutatkozni március 4-én 12 és 12.30 között a nagyszínpadon, melynek részleteinek ismertetése céljából felkérem Debre. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szeretném megköszönni, hogy ezt a lehetőséget itt megkaphattuk, hogy ezen a helyszínen legyen ez a sajtótájékoztató. És főleg ezt a 20-30 percet, amit az utazás kiállításon miatt megjelenhetünk, részt vehetünk. Háromnapossá bővült a fesztiválunk. Az idén 2016. július 15-16-17-én a Tiszatónál a Természet Operaháza három napon keresztül be fog mutatkozni. Ennek a promotálására egy fél órát az utazás kiállításon, tehát ott jelen lehetünk. Nagy megtiszteltetés, hogy Áder János köztársasági elnök úr elvállalta a fővédnökségünket, illetve Fazekas Sándor miniszter úr a védnökünk, és Ókovács Szilveszter három napra házigazdája lesz a rendezvényünknek. Az utazás kiállításon Ókovács Szilveszter főigazgató úr ismertetni fogja a háromnapos rendezvényünket, illetve Lőrinc Judit és táncosokkal megspékelve egy kicsi, könnyed műsort fognak látni a kedves odalátogatók. Bízunk benne, hogy föl tudjuk kelteni az érdeklődést Kelet-Magyarország, Tiszató és Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai fejlődéséhez még. Ha mi is hozzá tudunk járulni, akkor én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mi is magunkra. Köszönöm szépen!